Az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. December 5-e pedig az önkéntesek nemzetközi napja, melyet 1985 óta tartanak világszerte. Ebből az alkalomból szervezett ünnepséget a mozgáskorlátozottak Baranya megyei egyesülete Pécsen. Somogy megyéből is érkeztek társszervezetek az első alkalommal meghirdetett eseményre. Ez most egyszeri, hogyha lesz rá igény, akkor továbbra is csináljuk, de nagyon nagy munkával jár. De nem baj, mert ezzel legalább megköszönjük azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik odafigyelnek a fogyatékkal élőkre. A köszöntők után elismerő oklevéllel köszönték meg azon önkéntesek munkáját, akik szabadidejüket a segítségnyújtásra szentelik. A különböző fogyatékkal élők életének megkönnyítésén fáradozók más-más területen tevékenykednek, de mindenképp köszönettel tartozunk nekik, mondta a beszédében Pécs alpolgármestere. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy valamikor megálljunk egy kicsit, és gondoljunk azokra az emberekre, akik nagyon sokat tesznek a közösségért, egymásért. Úgyhogy ez az, ami leginkább vezérli szerintem ezt a mai eseményt. Önkéntesnek számít, ha valaki mindenféle anyagi ellenszolgáltatás fizetség nélkül végez munkát szabad akaratából, úgy, hogy azzal másoknak jót tesz, és ezzel bizonyos szempontból jótékonykodik. Európában különböző fejlesztő programokkal is igyekeznek népszerűsíteni az önkéntességet az egyes tagországokban.